Az első világháború béke kísérletei és a nők helyzetének változása. Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Töttős Gábor vagyok. Ez a Nagy háború jellemzői és hatásai című leckének a negyedik befejező része, amelyben egyrészt megtárgyaljuk, hogy milyen béke kísérletek történtek az első világháború alatt, másrészt egy picit kitekintünk az Európán kívüli hadszínterekre, harmadrészt pedig végignézzük, hogy hogyan és miként változott meg a nők jogállása, a helyzete az első világháború következtében. Kifejezetten érdekes, izgalmas agyag. Gyertek, tartsatok velem, ellenőrizzétek le, hát ha igazam van. Béke kísérletek. A nagyhatalmak viszonylag gyorsan a háború kezdetét követően nem sokkal rájöttek arra, hogy eléggé sok problémát vetít elő ez az elkövetkezendő eseménysor, hiszen mindannyian egy villámháborús tervvel álltak a világháborúnak, és mindannyian csalatkoztak, hiszen nem sikerült pár hét vagy pár hónap alatt felmorzsolni az ellenséget, olyannyira nem, hogy 1915 tavaszára gyakorlatilag mindegyik fronton álló háború alakult ki, és hát ezért rájöttek arra, hogy talán célszerű lenne a békéről tárgyalni. Ez azonban persze nem vezetett eredményre, hiszen ekkor még mindannyian, szinte mindannyian erejük teljében voltak, nem voltak még hatalmas nagy veszteségek, nem voltak még a hátországokban nagy sztrájkok, nem voltak nélkülözések, és nem volt olyan ok, ami arra ösztönözte volna a nagyhatalmakat, hogy engedjenek a követeléseikből, így hát kompromisszumkészség hiány meghiúsultak ezek a kezdetleges vagy első tárgyalások. Voltak természetesen olyan többé-kevésbé független, vagy korábban független, később már a világháborúba bekapcsolódó államok, amelyek támogatni próbálták ezeket a béke folyamatokat. A legjellemzőbb ezek közül az Amerikai Egyesült Államok, Dánia, illetve hát 15. Benedek pápa őszentsége, aki nyilvánvalóan felszólalt szintén a békért, de hát még annyi értelmesen volt a hozzászólásának, mint mondjuk II. János Pál pápának a közel-keleti béke folyamatokért való felszólalásának, hogy amikor mondjuk egy pápa egy zsidó-arab konfliktusba próbál meg igazságot tenni, hát akkor úgy a jogalapot azért megkérdőjelezzük. Ebben az időben azért Európa még többé-kevésbé hallgat a pápára, de hát úgy tisztelettel meghallgatja, de most már olyan nagy tekintélye olyan szempontból, hogyha békét parancsol, béke legyen, ilyen már réges-régen nincs a pápának, de azért megpróbálta. 1916. novemberében kínálkozik egy újabb lehetőség a békére. Ekkor ugyanis, hát azt kell mondani, hogy végre meghal Ferenc József. Nem minthogyha nagy ellensége lennék Ferenc Józsefnek, csak eléggé idejét múlt eszközökkel irányította már a birodalmát, és hát sokak szerint az ő politizálása, az ő keményfejűsége, konoksága is vezetett sok-sok bajhoz, ami ekkorra már eléggé nagy mértékben kulminálódott, azaz felszínre került a birodalomban. Őt váltja a nálánál jóval fiatalabb IV. Károly, aki 1917-től meg is kezdi a béketárgyalásokat az Antanttal, de mivel ő is tehát olyan dolgokból indul ki, amelyek az Antant számára elfogadhatatlanok, ezért nem juthat eredményre. Nyilvánvalóan ő nem, tehát az, hogy felbomoljon az osztrák-magyar monarchia, az ő esetében teljes mértékben elutasítandó. Tehát innentől kezdve nincs miről beszélni az Antantnak, meg az, hogy fennmaradjon a Habsburg birodalom, az nem elfogadható. De nagyjából itt be is fejeződik, leegyszerűsítve persze a béke folyamat. 1918. januárjában adta közre Woodrow Wilson, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, azt a 14 pontos javaslatát, amelyet egyrészt mindjárt komolyabban górcső alá veszünk, másrészt pedig nagyon komoly dolgokat tartalmazott. Ugye a szabad kereskedelmet próbálta kötelezővé tenni, nemzeti önrendelkezését kardoskodott, illetve Nemzetek Szövetségének a létrehozását javasolta, ez egyébként meg is valósul. A probléma az az, hogy egyrészt a nagyhatalmak nem veszik komolyan Wilsont, olyan elképzelései vannak, amelyek hát finoman szóval nevetségesek és nem komolyan vehetőek, sokkal inkább beillik ez egy választási kampánynak a Wilson számára, mintsem, hogy a nagyhatalmak számára ténylegesen komolyan vehető útmutatás
egy ilyen békepont, vagy békejavaslatként. A következő probléma pedig az, hogy a győztes nagyhatalmak egy az egyben negligálják, azaz figyelmen kívül hagyják ezt a javaslatcsomagot. A két karikatúra, amit ide raktam, nem véletlenül születik meg ebben a korszakban. A baloldali karikatúra, a bal felső, ugye Wilson, mint a karmester, hogy ugye az a felület, hogy meg tudja teremteni a harmóniát, és nem látszik annyira talán a kotta állványokon, hogy tehát fellelhető írás az egyes országokat jelképezik, tehát különböző országokkal különböző szólamokat játszák, Wilson meg mint egy karmesterként irányítja az egészet, természetesen egy amerikai újságnak az illusztrációja. A másik szintén egy amerikai újságból származik, ahol ugye a Wilson bíróként kezében a 14 ponttal megpróbál igazságot tenni az európai baba showban, mint egyedüli felnőtt férfi. Hát aranyos egyébként, ugye, hogyha megnézzük, akkor itt az orosz követelések szerepelnek, lengyel követelések, olasz követelések, francia követelések, angol követelések, és az ellenséges követelések. Hát ugye az ellenség az úgy abba belefér minden. Mindenesetre ezek mind-mind apró, ostoba csecsemők, de majd az okos Wilson itt megoldja a helyzetet és elrendezi a dolgot, legalábbis a karikaturista szerint, de azért az ábrán szereplő elnöknek az arckifejezése enged már arra következtetni, hogy erre azért vajmi kevés esélye van. A tankönyvben kiegészítő információként szerepel ez a Wilsoni 14 pont, természetesen nem teljes pontról beszélünk, csak lényegéről. Én azonban eléggé fontosnak tartom ahhoz, hogy gyorsan végignézzük, már csak azért is, hogy az előző állításaimat alátámasszam, mi szerint ez a Wilsoni elképzelés, ez hát finoman szólva illuzórikus volt. Nyíltan tárgyalt békeszerződések, melyek megkötése után nem lesz többé semmiféle titkos nemzetközi megállapodás, hanem a diplomácia mindig nyíltan és nyilvánosság előtt fog tevékenykedni. Hát én nem tudom, hogy mondjuk dolgozott-e valamilyen munkahelyen Wilson, vagy volt-e tagja valamilyen osztályközösségnek, de mind a kettőt feltételezem, vagy úgy volt-e tagja bármilyen társaságnak. Mert hogyha igen, akkor tudnia kellene, hogy ez nem így működik, hogy mindig mindent megbeszél az ember mindenkivel, hanem vannak titkos szövetségek, titkos megbeszélések, összekapcsolódások, amelyeket nem osztunk meg másokkal. Na most, hát, hogyha ez így a hétköznapi életben egy egyszerű kis mondjuk 20-30 fős csoport esetén így működik, akkor mennyivel inkább így működik ez jóval magasabb rendű és rangú organizmusoknál, mint például mondjuk egy állam, vagy több állam szövetsége. Logikátlan és ostobaság azt gondolni, hogy majd az ő kérésére innentől kezdve akkor beszüntetik a titkos tárgyalásokat az államok. Nem is értem, hogy lehetett ezzel kezdeni. Annyira ostoba az elképzelés, annyira naív, mint hogyha nem egy politikus, hanem egy 13 éves kamaszlány írná. De biztos meg volt rá az oka, hogy ezzel kezdje. A hajózás teljes szabadsága a parti vizeken kívül eső tengereken, békében és háborúban egyaránt, kivéve ha a tengereket nemzetközi szerződések végrehajtására irányuló nemzetközi akció révén teljesen vagy részben lezárnák. Ez rendben van, nyilván az amerikai érdek az, hogy szabadon kereskedhessenek, szabadon hajózzanak. Ez a franciáknak és az angoloknak nem annyira fog tetszeni, és nem is fogják ezt támogatni, ezt a dolgot, de saját érdekeinek megfelelően, tehát ez egy logikus pont az USA érdekeinek megfelelően. Minden gazdasági akadály lehető legnagyobb mértékű megszüntetése és egyenlő kereskedelmi feltételek teremtése mindazon nemzetek részére, amelyek hozzájárulnak a békéhez és csatlakoznak annak fenntartásához. Tehát gazdasági akadályok eltörlése és kereskedelmi, egyenlő kereskedelmi feltételek megteremtése. Ez egy nagyon-nagyon szép cél. Amikor az USA a demokráciát akarja elvinni a más országokba, ebben az időszakban különösképpen, elnézést, akkor azért ne feledkezzünk meg róla, hogy az USA-nak nincsenek komoly gyarmatai, és azt szeretné, hogy mindenkivel kereskedhessen. Azokkal a gyarmat országokkal is szeretne kereskedni, akiknek ez nem megengedett, hiszen az anyaországgal kereskedhet csak nagyon sok esetben a gyarmat,
Tehát például mondjuk Anglia, vagy bocsánat, az Egyesült Királyság és Franciaország gyarmatai értelemszerűen az Egyesült Királysággal és Franciaországgal kereskedhetnek. Az ő gazdasági kapcsolataik egyébként a mai napig sokkal élénkebbek, mint más országokkal. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk a Franciaországot, hogy honnan származó bevándorlóik vannak többségben, vagy az angolokat, hogy honnan származó bevándorlóik vannak többségben, akkor azt fogjuk találni, hogy a volt gyarmatokról nyilvánvalóan sokkal több ember érkezett az országukba, mint más területekről, hiszen a gazdasági kapcsolat, meg az egyéb kulturális kapcsolat is sokkal élénkebb. Az USA ezt szeretné lebontani saját érdekeinek megfelelően, tehát ez természetesen a nagyhatalmaknak nem fog tetszeni. Megfelelő biztosítékok nyújtása és elfogadása arra, hogy nemzeti fegyverkezéseket a belső biztonsággal összefüggő legalacsonyabb szintre csökkentik. Nagyszerű, én is azt mondom, szüntessük meg az összes fegyvert, szüntessük meg a hadseregeket. Mondja ezt az az Amerikai Egyesült Államok, ugye 1918-ban járunk, akiknél ebben az időben még némi túlzással helyenként vadnyugati viszonyok vannak. Mondja ezt az Egyesült Államoknak az elnöke, amelyiknél az egyfőre jutó fegyverek száma, vagy mondhatnánk, hogy 1000 főre jutó kézi fegyverek száma mindig is a legmagasabb volt. Bocsánat, az indián időkben nem. De amióta létezik az Amerikai Egyesült Államok, azóta ez teljesen náluk bevett hagyomány, hogy pisztolyokat tartanak otthon az emberek. Nálunk nem. Most ez az ország szeretné, vagy ennek az országnak a vezetője szeretné a nemzeti hadseregeket csökkenteni. De hogyha egy picit mélyebben belegondolunk, milyen nincs a kézi fegyvereken túl, tehát a kézi fegyvereik vannak, de milyen nincs az Amerikai Egyesült Államoknak jelentős számban, hát szárazföldi hadereje. Tehát igazából neki ez nem járna veszteséggel, a többiek számára meg megoldandó probléma lenne, logikátlan. Főleg úgy, hogy az az USA beszél erről a haderőcsökkentésről, akinek nincsen félnivalója. Sem Kanada nem fogja megtámadni, sem valószínűleg Mexikó. Ez a két jelentős szomszédja van, a többiek, hát nem tudom, apacs törzsek. Elnézést. Az összes gyarmati igények szabad, elfogulatlan és teljes pártatlan rendezése, annak az elvnek szigorú betartása alapján, hogy a szuverenitás ide vonatkozó kérdéseinek eldöntésénél az érdekelt lakosság érdekei ugyanolyan súllyal essenek latba, mint annak a kormánynak méltányos igényei, amelyeknek igényei jogosságát el kell bírálni. Gyarmatok elbírálása, gyarmatok lakosságának a nagyjából felszabadítása, mondja ezt az, akinek nincsen gyarmata. Én is azt mondom, hogy akinek jachtja van, az fizessen nem tudom mennyit, mert nincsen jachtom. Eléggé, hát mondjuk Lenin, amikor ezt olvassa, akkor mélységesen egyetért vele ebbe. Ezzel a ponttal biztos vagyok benne, hogy ezt megtapsolta. Az összes orosz területek kiürítése és az Oroszországot érintő összes kérdések olyan rendezése, hogy Oroszország akadálytalanul és korlátozás nélkül alkalmat kapjon saját politikai fejlődésének és nemzeti politikájának független meghatározására. Ugye erre azért van szükség, Wilson szerint, hogy fejlődhessen Oroszország, illetve ugye nyilván a törökök megszállása, meg a német megszállás, meg a mindenféle beavatkozást elhárítandó. Gyorsan hozzáteszem, hogy ekkor még nem volt aláírva a Brest-Litovszki béke, amikor ezek a pontok kijöttek, mert hogyha Brest-Litovszki béke után születtek volna ezek a pontok, akkor, vagy született volna ez a 6-os pont, akkor még sokkal életszerűbb lett volna. Itt azért egy picit úgy elméretezte a dolgot, én úgy vélem, Wilson, és hát nem vette olyan mértékben figyelembe az Oroszország által megszállt területek, népek lakosságának a vágyát, mint az oroszokét. Az egész világ egyet fog érteni abban, hogy Belgiumot ki kell üríteni és helyre kell állítani. Ez tényleg így van. Mondjuk azért a Kongót megkérdezném erről, hogy mi a véleménye, de hát őket mondjuk nyilván kifelejti bizony. Az egész francia területet fel kell szabadítani, és előzönlött részeit helyre kell állítani. Azt az igazságtalanságot, amelyet Poroszország 1871-ben Elzász-Lotaringia tekintetében Franciaországnak okozott, és amely közel 50 évig nyugtalanította a világ békéjét, jóvá kell tenni, hogy a béke mindenki érdekében újból biztosítassék.
tehát Elzász Lotaringiát vissza kell adni Franciaországnak, hogy csillapodjon a feszültség. Kár, hogy mondjuk kicsit olyan hazagondolva Trianon kapcsán ezt a pontot úgy elszoktuk felejteni, vagy elszokták felejteni a nagyhatalmak, egyébként a többit is elfelejtették. Alapvetően egyébként nincs, tehát érthető az ő álláspontja, de a francia területek felszabadítása az csak egy rész probléma. Nyilván Franciaországnak akar kedvezni ezzel a ponttal Wilson, egyébként később is jóban van Franciaországgal az Egyesült Államok, de ennél azért vannak fontosabb dolgok. Az, hogy ez a Lotaringiát a poroszok elfoglalták, hát ugye ez egy olyan kérdés, ami mondjuk nekünk Erdély kapcsán van. Mi azt mondjuk, hogy Erdély magyarországi, a románok meg azt mondják, hogy Erdély már réges-rég Romániáé kellett volna, hogy legyen. Ugye 19. század közepén jött létre Románia, de ebben most nem ászunk bele. És ugyanolyan jogosnak tartják a saját követelésüket és jelenlegi ott tartózkodásukat, mint amennyire mi nagyon sok esetben jogosnak éreznénk azt, hogy például mondjuk Székelyföld az Magyarországhoz tartozzon. Az olasz határokat a világosan felismerhető nemzetiségi vonalak szerint kell kiigazítani. Nagyon gratulálok ehhez a mondathoz. A világosan felismerhető nemzetiségi vonalak, ez mondjuk Dél-Tirolban aláírható, az ott rendben van, tehát tényleg a dél-tiroli rész az ott többségében olasz, de akkor mondanék olyat, hogy Isztriai félsziget, ahol vannak horvátok, vannak kis számban magyarok, vannak jó sokan olaszok, és vannak más nációk is. De mondhatnék olyan területet, mint például mondjuk Dalmácia, ahol szintén van olasz érdekeltség, szerb érdekeltség, bosnyák és horvát érdekeltség is. És aztán ott a világosan felismerhető nemzetiségi vonalak szerint igazítsa ki az elnök. Mondja ezt ugye az az elnök, egy olyan országnak az elnöke, ahol világosan felismerhető nemzetiségi vonalak 1492-ben voltak talán utoljára. Ausztria-Magyarország népei részére, amelyeknek helyét a nemzetek között oltalmazni és biztosítani kívánjuk, meg kell adni az önálló fejlődés legszabadabb lehetőségét. Igen, egyetértek. Csak nem adták meg. És ugye ő ezt tehát úgy értelmezték minden bizonyal ezt a pontot, hogyha figyelembe vették a határok meghúzásánál, hogy sem az osztrákok, sem a magyarok érdekei ne igazán érvényesüljenek, főleg ne a miénk. Az összes többi meg igen, mert hogy mi nem az osztrák, vagy az Ausztria-Magyarország népei közé tartozóak vagyunk, hanem a gonosz magyarok. Mert hogy a mi érdekeinket senki nem vette figyelembe. Hozzáteszem, hogy az olyan területeken, mint például mondjuk Kárpátalja, vagy Bánát, Bánság, ahol ment a harc, hogy akkor az kié legyen, vagy éppen az Őrvidék, amit ugye Ausztria is akart magának, Magyarország is meg akarta tartani, illetve a szláv korridorra eltervezték, hogy akkor fele a Csehszlovákiához, fele meg a szerb-horvát-szlovén királysághoz kerül. Nos, ezeken a területeken tegyen igazságot. Onnan Washingtonból valószínűleg úgy egyszerűbbnek tűnik a helyzet, mint itt élve. Romániát, Szerbiát és Montenegrót ki kell üríteni, a megszállt területeket helyre kell állítani, ez mondjuk érthető és logikus. Szerbiának szabad és biztosított kijáratot kell adni a tengerhez, igen, a szerbek azóta is hivatkoznak erre. A különböző balkáni államok egymás közötti kapcsolatait barátságos tanácskozás útján az állami és nemzetiségi hovatartozás történelmének kilakult vonalai szerint kell meghatározni. Javaslom, hogy nézzem már körül egy picit a Balkánon, aztán próbálja meghatározni ezt a dolgot, elnézést. A különböző balkáni államok politikai és gazdasági függetlenségét és területi sérthetetlenségét nemzetközi garanciákkal kell alátámasztani. Ezt egyébként igyekeztek, csak ugye nem különböző államok, hanem úgy összebonták őket szerb, horvát, szlovén királyságba, aztán majd Jugoszláviába. Aztán, amikor már nem volt ez a gyámkodó szerepe az államnak, vagy az erős államnak nem volt ott a jelenléte, abban a pillanatban egymás torkának estek, és azóta is igen-igen baráti a viszony a szerbek, meg a bosnyákok, meg a horvátok között. Hát elég mondjuk megnézni egy foci meccset, de ha már az amerikai fegyvertartásról beszéltem, akkor a világon, amennyire én tudom,
a második legtöbb magánszemélyeknél lévő kézi fegyver a Szerbiában található, minden esetre a Balkán félszigeten. A jelenlegi Oszmán Birodalom török részeinek teljes szuverenitást kell biztosítani, de a többi nemzetiségek részére, amelyek most török uralom alatt élnek, biztosítani kell létük feltétlen biztonságát, önálló fejlődésük teljes és zavartalan lehetőségét. Liberális elképzelés, de ez nehezen támadható. A Dardanellákat állandóan nyitva kell tartani, mint nemzetközi garanciákkal biztosított szabad átjárót minden nemzet hajói és kereskedelme számára. A hajó alatt vélhetőleg a hadihajót érti, mert különben nem kellene külön odaírni, hogy hajói és kereskedelme, elég lenne a kereskedelme számára. Viszont ez az oroszoknak nagyon-nagyon szimpatikus lenne. Most így poénkodnék, akkor azt mondanám, hogy elég a Boszporuszt lezárni, akkor sem tudnak kijönni a Fekete-tengerről a Fekete-tengeri flottával, de a viccet félretéve ez az, amiben sosem fog beleegyezni egyébként Törökország vagy az Oszmán Birodalom, de azért gyorsan hozzátenném, hogyha ilyet szeretne az elnök, akkor nem tudom, például mondjuk a Gibraltár kapcsán ez miért nem annyira evidens, mert ott meg az angolok tudnak időnként keménykedni. Na de hát mindegy. A következő pont, független lengyel államot kell létesíteni, amely magában kell, hogy foglalja a vitathatatlanul lengyel lakosság lakta területeket, szabad és biztosított kijáratot kell biztosítani számára a tengerhez, politikai és gazdasági függetlenségét és területi sérthetetlenségét nemzetközi szerződéssel kell biztosítani. Ez úgy nagyjából rendben van, leszámítva azt az ostobaságot, hogy magába kell foglalja a vitathatatlanul lengyel lakosság lakta területeket. Ő nem tudom, hogy úgy képzeli el, hogy ezen a területen lengyelek laknak, a másikon meg oroszok, és akkor ez így szépen éles vonallal elválik egymástól. Hát aki ismeri mondjuk Magyarország nemzetiségi összetételét ebben a korszakban, vagy akár manapság, azért az tudhatja, hogy ez nem így működik, hogy akkor itt ezek laknak, ott meg azok laknak. Lengyelország kapcsán sem így működött. Különleges szerződésekkel kell megalakítani a nemzetek általános szövetségét a végből, hogy a nagy és kis államok politikai függetlensége és területi sérthetetlensége kölcsönös garanciákkal egyaránt biztosítassék. Most ez az, ami létrejön, tehát a Nemzetek Szövetsége ez ténylegesen létrejött. Más kérdés, hogy nagyjából egy erélytelen és kirakat szervezetté tudott csak megalakulni. Aztán más kérdés, hogy ebből majd a II. Világháborút követően létrejön az az ENSZ, ami mai napig őrködik elméletileg az államok felett, de hát manapság is láthatjuk például mondjuk egy orosz-ukrán háború kapcsán, hogy milyen hatásfokkal tud beleszólni egy ilyen konfliktusba. Ehhez képest a Népszövetség, ugye a Nemzetek Szövetsége, ez hát még gyengébb volt, így tehát ugyan létrejött, de sok eredménye nem volt. Az Európán kívüli harcterekről essen most egy pár szó. Az európai harcok kirobbanásával nagyjából egy időben a német gyarmatok ellen is támadásba lendültek az Antant erők, illetve hát nyilván a szövetségeseik is. Az Antant és az Antanthoz kapcsolódó Japán foglalta el pár hónap után azt a Shangtung félszigetet, illetve Qingdaot, amely a németek legjelentősebb kínai jelenlétét biztosította. Ez a Shantung félsziget nekünk nem annyira ismerős, itt Magyarországon vélhetőleg nem annyira közismert, meg Qingdao város sem annyira közismert. Hát csak úgy összehasonlításként Qingdaoban többen laknak, ebben a városban többen laknak, mint Magyarországon, illetve Shantung félszigeten ma több mint 100 millió lakos él, tehát egy nagyon-nagyon jelentős területről beszélünk, hogy nagyjából ugye látható a térképen, hogy a koreai félszigettől nyugatra található ez a terület. Viszonylag gyorsan elfoglalták, hiszen a japánok is terjeszkedni szerettek volna. Német Új-Guineát nem említi a tankönyv, ugye itt található Német Új-Guinea. Ez egy picit problémás, vagy legalábbis szerintem tehát ilyen hiányosság, nem annyira jelentős történelmileg, meg viszonylag gyorsan elfoglalják az ausztrál és az új-zélandi erők.
Azért érdekes, mert hát körülbelül 300 ezer négyzetkilométeres területről beszélünk, és ennek következtében azért lenne jogosultsága annak, hogy megemlítésre kerüljön a tankönyvben. Az afrikai területekről sem sokkal bővebben esik szó a tankönyvben, de azért egy picivel többet. Itt van Togó, ugye Kamerun, német Délnyugat-Afrika, illetve német Kelet-Afrika. Togó a leggyorsabban eleső terület, hiszen ott még katonaság sem volt, csupán a rendőrök állomásoztak, gyakorlatilag bevonultak a franciák és elfoglalták. Német Délnyugat-Afrika sem sokkal tovább tudott kitartani. Kamerun már lényegesen tovább, és ugye, hogyha megnézzük, akkor német Kelet-Afrika, az meg már csak a háború után került felosztásra. Így hát eléggé különböző a német gyarmatoknak a sorsa. A legtovább egyébként ugye a német Dél-Nyugat-Afrikában harcoltak. Német Kelet-Afrika nem volt annyira harcok szempontjából terhelt terület. Vélhetőleg azt is el tudták volna foglalni, legalábbis az én meglátásom szerint. Az Európán kívüli harcmezőknek a másik fontos csoportja az az Oszmán Birodalomhoz kötődik. Az Oszmán Birodalom harcol egyrészt az oroszok ellen a Kaukázusban, erről már a korábbi videókban beszéltem, a keleti front kapcsán. Ehhez kapcsolódik egyébként az a nagyon-nagyon brutális eseménysor, amit ugye örmény genocidiumnak, népirtásnak szokás nevezni, és hát eltérő számok keringenek, de ugye 800 ezertől a 1,5 millióig szokták meghatározni az áldozatok számát, és egy borzalmas tragédia az örmények számára. Itt kezdődik meg az örmények kivándorlása a világba, és elterjedésük, ugye számos országban megtalálhatóak most is, egyszerűen el kellett menekülniük. Egy klasszikus népirtás, tehát megelőzte a korát ilyen szempontból az Oszmán Birodalom, ez ugye folytatódik majd Törökország idején is, Kemal Atatürk idején is, de erről a későbbiekben lesz majd szó. A másik csoportja a harcoknak, mármint az Oszmán Birodalomban, az a Mezopotámia és Palesztína területén vívott harcok, amelyekben főként a britekkel szemben szerepeltek. Ugye a britek és egyébként a franciák is lázították az itt élő népeket, a jobb fölül látható Thomas Edward Lawrence segítségével, többek között az ő segítségével, voltak persze mások is. Thomas Edward Lawrence, vagy másképpen arábiai Lawrence a helyiekkel együtt lakott, átvette a szokásaikat, látható, hogy az öltözéküket is, és nagyon szoros együttműködést sikerült kivívnia a helyiekkel, és nagyon nagy szerepe van abban, hogy komoly eredményeket értek el az Oszmán Birodalommal szemben. Legalábbis saját állítása szerint, mert hogy vannak olyanok, akik ezt erőteljesen megkérdőjelezik, és azt mondják, hogy persze az, hogy harcolt, az nem megkérdőjelezhető, az, hogy ott élt, természetesen nem megkérdőjelezhető, de hogy mekkora szerepe volt a sikerben, az már egy jóval nagyobb kérdés. És ugye az biztos, hogy a brit politika az támogatta a nacionalista mozgalmakat, azaz az egymással harcoló államok helyett az Oszmán Birodalom ellen irányították ezt a felgyülemlett feszültséget, vagy ezeknek az államoknak, vagy a törzseknek, vagy a népeknek a feszültségét. Nagyjából én analógiaként a Mohamedet tudnám felhozni, aki az egymással harcoló beduin törzseknek az erét egy irányba vezette a keresztény világ ellen, és komoly sikereket ért el. Hát itt is erről van szó, hogy sikerül megtörniük az Oszmán Birodalmat. Más kérdés, hogy az Oszmán Birodalom elmúlta után, amikor ugye ez francia és brit protektorátus alá kerül ez a terület, akkor már megpróbálják elfolytani ezeket a mozgalmakat, és onnantól kezdve ez eléggé kínos lesz a számukra, ezek megtanított módszerek. Mindenesetre a tankönyvbe is bekerülő arábiai Lawrence szerepe, hát finoman szóval megkérdőjelezhető, de hogy létezett egy ilyen ember, az nem kérdéses. A nők helyzetének változása. Már korábbi leckében, fönt megtaláltok a linken, beszéltem a nők helyzetének a változásáról a szüffrazsett mozgalom kapcsán,
akik ugye főleg Pankhurst révén szavazati jogot, választójogot szerettek volna maguknak kiharcolni. Hát sok minden sikerült nekik, de a választójogot nem érik el, és abban a videóban említettem, hogy majd az első világháború fogja meghozni a jelentős változást. Már eddig is dolgoztak a nők, hiszen az ipari tehát előről kezdeném. A nők mindig is dolgoztak, sok esetben jóval többet, mint a férfiak, hiszen a házi munka döntő többségét is a nők végzik, csak éppen ezt nem tartjuk munkának, mert nem adunk érte pénzt. Ettől még azért dolgoznak. Az ipari forradalom kapcsán nagyon sok nő munkát vállalt gyárakban, sok esetben bányákban, egyébként a gyerekek mellett, és elláttak nagyon-nagyon fontos szerepet. Más kérdés, hogy bőven alul voltak fizetve, tehát jóval kevesebbet kerestek, mint a férfiak, és ezt a keresetet is a férfiak kapták meg, tehát a férjük kapta meg a keresetet. A 19. század végére azonban ez már megváltozik, saját maguk gazdálkodhatnak szépen a keresetükkel, csökken a kizsákmányoltságuk, hogy ilyen régi világból idézett szóval jellemezzem a gazdasági helyzetüket. És ennek következtében azért javul a helyzetük, de még egyszer mondom, a választójogot nem érik el. Az első világháború azonban változást hoz. Az eddigi alkalmazásuk kibővül. Egy csomó olyan munkát is ellátnak, amelyet korábban még véletlenül sem bíztak rájuk, így például nagyon komoly szerepük lesz a hadigazdaságban, hogyha a felső képet nézzük, akkor konkrétan ugye ágyú lövedékeket, vagy lövegtöltényeket gyártanak. Természetesen nem csak ezt, hanem minden egyéb dologban részt vettek, a mezőgazdaságban, a gyári munkában, a közlekedésben. Tehát gyakorlatilag kiveszik a részüket a teljes szinte, a teljes foglalkoztatási palettából. Hogyha az alsó képet nézzük, akkor éppen ugye talicskázzák a bányászott dolgokat vélhetően, vagy a fűtőanyagot viszik a gyárba. Hát ez sem egy tipikus női munkának mondható dolog. Ennek következtében felértékelődik a szerepük, és ki tudják vívni maguknak sok helyen a jogaik bővítését, a női jogok kiszélesítését. Ennek vannak kevésbé fontos eredményei, és vannak nagyon-nagyon fontos eredményei. A fontos eredménye az például mondjuk a választójog. Ugye a női választójogot Magyarországon is 1918-ban bevezetik, meg Britanniában is bevezetik már, de például Franciaországban csak a II. Világháború után, Svájcban meg talán, ha jól emlékszem, 1970-es években fogják bevezetni a női választójogot, ami irreális, vagy legalábbis így mai észre nehezen fölfogható, hogy mondjuk 60-70 évvel ezelőtt Svájcban még nem szavazhattak a nők bizonyos tartományokban. Egyébként hozzáteszem, hogy bizonyos tartományokban 1990-ig korlátozva volt a nők választójoga. Tehát nem egységesen fogják elérni a választójogot, de nagyon sok országban már bevezetésre kerül. Egyébként ugye többek között Magyarországon is, még hogyha nem teljesen egyenlő a választójog a férfiak és a nők között, de már van választójoguk. A kevésbé fontos, de mégsem elhanyagolható eredménye, az a hétköznapi életben történő eredmény, az, hogy a nők megítélése változik. Nem annyira mereven különülnek el a férfiak és a nők megítélés szempontjából, amit egy férfinak szabad, azt egy nőnek nem szabad, ugye a régi világban, ez már elkezd csökkenni. Mai napig fennáll ez a dolog, gondoljunk arra, hogyha mondjuk italozásról beszélünk, lerészegedésről, a partner gyakori váltogatásáról beszélünk, akkor hogyha egy fiúról vagy egy lányról gondolkodunk, akkor teljesen más lesz a megítélés. Hogyha egy fiú minden pénteken lerészegedik, nem öröm, de volt már ilyen a világtörténelme, hogyha egy lány minden pénteken lerészegedik, vagy minden péntek szombaton a diszkóban talajszintre issza magát, azt azért csúnyában ítélik meg, és akkor nem mentem bele még mondjuk a nemiségnek a különböző megítélésébe. Tehát ilyen szempontból elkezdenek csökkenni a különbségek, tehát megmaradnak a különbségek a mai napig, de már nem olyannyira átütő, hogy ezt egy nő nem teheti meg. Elkezdenek nadrágot hordani a nők például. Ez egy mára már teljesen normális dolognak számít, hogy egy nő nadrágban van, de ebben az időben ez nem volt annyira elfogadott.
elkezdenek rövidülni a fürdőruhák. Egyáltalán elmennek a strandra, vagy sportolnak. A sportról beszél a tankönyv is, amikor megemlíti, hogy az 1920-as amszterdami olimpián nem vehettek részt a nők. Az a probléma, hogy 1920-ban Antwerpenben volt az olimpia, tehát egy picit téved a tankönyv. Az amszterdami volt az, amin egyébként már részt vehettek, a 28-as olimpia volt az, amin részt vehettek. A 20-ason nem vehettek, ezért 21-ben tartottak egy ilyen női olimpiai játékokat. Monte Carlo-ban demonstrálandó azt, hogy a nők is képesek sportolni, és a 28-as olimpián már végre ők is szerepelhettek, igaz, hogy csak pár versenyszámban, mint például mondjuk magasugrás, meg futások. A 800 métert, nem, azt hiszem, a 400 méterről csökkentették 200 méterre, és elég sokáig úgy is maradt, mert hogy túlságosan kimerültek a nők a 400 méter végére. Minden esetre azért ezen már végre szerepelhettek, és ennek következtében ugye gyakorlatilag az egyenjogúság felé egy újabb, nagyobb lépést tettek. Gyorsan hozzáteszem, hogy 1900-ban nyerte az első aranyérmet egy bárónő, azt hiszem az a párizsi olimpia volt, valami vitorlás számban, de onnantól kezdve aztán kizárták a nőket, tehát hogy korlátozták a női részvételt, 28-tól lehet. 28-as olimpiával még két érdekességet szeretnék elmondani, hármat. Ha már itt a nők és a férfiaknál a versenyénél tartunk, hogy körülbelül mennyi esélye volt a nőnek egy férfival szemben, vagy mennyire tudott felkészülni. A férfiak a magasugrást 2 méter fölötti eredménnyel nyerték. Tehát a 2 méter feletti eredménnyel lehetett megnyerni a magasugrást a 28-as olimpián. Nőknél ez a magasság 1,40 m volt. Ami azért vicces, mert ezt a lányaim is megugorják. Tehát, hogyha egy 100 évvel korábban születnek, akkor olimpiai bajnokok lehettek volna, így meg hát valószínűleg nem lesznek. Más kérdés, hogy most meg van szavazati joguk, vagy legalábbis lesz. A másik érdekesség, ez csak egy aranyosság, hogy ezen az olimpián nyert Johnny Weissmuller, aki az én korosztályomnak, vagy a nálamnál idősebbeknek az igen kedvelt Tarzan figurája volt, és hát úszószámban szerzett aranyérmet. A harmadik érdekesség pedig, hogy ezen az olimpián is aranyérmet nyert az a Petschauer Attila, aki ugye Magyarország színeiben magyarként a vívó csapat tagjaként lett olimpiai bajnok, akiről aztán Szabó István a Napfény íze című filmében a tragikusan kivégzett zsidó sportoló alakját vagy kölcsönözte és vette, mert hogy ő majd a holokauszt alatt fog meghalni. Nos, ezen az olimpián is érdemeket szerzett az országnak, csak aztán ezt később elfelejtették. A film eléggé jól mutatja meg azt a módot, ahogy a beszámolók alapján kivégezték. Eléggé egyedi, de ebben most nem nagyon szeretnék belemenni, hiszen nagyon túlmutat már a női jogok változásán. Ennyi lett volna a békekísérletek, az Európán kívüli hadszíntér és a női jogok változásának a kérdése az első világháború kapcsán. Remélem nem voltam túlságosan unalmas, ha még itt vagytok, akkor valószínűleg nem. Köszönöm, hogy kitartottatok idáig, hogyha valamit elrontottam, vagy valami kiegészítésre szorul, kérlek írjátok meg kommentben. Ha tetszett a videó, akkor esetleg egy lájkkal jutalmazzatok meg. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, a kis haranggal, meg minden lehetőséggel bejelölve, hogy lássátok, hogy mikor jön a következő videó. Illetve természetesen van egy harmadik lehetőség is a tetszés kifejezésére, a csatorna támogatásának a lehetősége. Ezúton köszönöm meg azoknak, akik éltek ezzel a lehetőséggel, és mai napig élnek ezzel a lehetőséggel. Könnyebbé, szebbé és jobbá teszik az én életemet, és működtetik a csatornát, életben tartják azt a reményt, hogy van, akiknek ez jóval fontosabb, mint sem egy átlagos YouTube videó. Köszönöm, hogy vagytok, köszönöm, hogy ideig végignéztétek. Ha tetszett, nézzétek meg a többi videót is, és ne felejtsétek el mosolyogni közben. Sziasztok!